1946 és 48 között több mint 170 ezer német kényszerült elhagyni Magyarországot. A hazai németség összességében kevesebb, mint a felére csökkent. Összesen 640 ezer holnyi földbirtokból a földosztás és a kitelepítések során 500 ezer holt földet vettek el, és ezeket túlnyomó részt az országon belül áttelepülő gazdáknak, kisebb részben a Csehszlovákiából menekülő magyaroknak adták. 60.400 házból 15.650 maradt a svábok tulajdonában. Soha többé ne fordulhasson ez elő, hogy bármelyik népcsoportot Európában, még ha kisebbségi létben is él, az a hátrány érje, hogy a szülőföldjét kényszerüljön elhagyni. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott arról szólt, a rendszerváltás adta meg a lehetőséget arra, hogy nyilvánosságra kerüljenek a kitelepülés dokumentumai, és ezzel megtörténhessen az a jóvátétel és bocsánatkérés, mely megilletti mindazokat, akik a politikai akarat áldozatai lettek. Egyetlen egy önközösség nem hozható olyan helyzetbe, mint ami történt a II. Világháború után, hogy gyakorlatilag szülőföldjüket elhagyni kényszerültek, kis batyujukkal, ahogy az akkori egyik politikus fogalmazott, egy batyúval jöttek, egy batyúval menjenek. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a megemlékezéseket átadjuk a következő generációknak is. Kismányokon a helyi német önkormányzat szervezésében 5. alkalommal emlékeztek meg a kitelepítéstől. 1945-ig szintiszta evangélikus német ajkú település volt Kismányok. Kismányokról 54 főt vittek a Szovjetunióba Málenkij robotra, akik közül 19-en nem tértek vissza, ott hagyták, ott lelték halálukat valahol a Szovjetunióban, Donbász vidékén a munkatáborokban. Az itthon maradók jelentős részét pedig lengyel településre telepítették át. Rájuk és az áldozatokra emlékezve helyezték el a megemlékezés koszorúit a Hősök emlékművén.